como si todo lo que yo comente, pero... És a BFIO egy olyan termék, ami hozzászólás menedzsmenttel és moderálással kapcsolatos dolgokban segít. És van egy ilyen funkciója is, ami a toxikus és rasszista és valamilyen szempontból szörnyű hozzászólásokat azonosítja és távolítja el automatikusan a kommentfalakról. És arra akarok beszélni néhány mondatot, hogy ez hogyan működik, hogyan lehet elkezdeni ilyen problémának a megoldását. De legelőször megkérdezném, hogy van-e köztetek olyan, aki napi szinten munka miatt dolgozik hozzászólásokkal? Egy. És van-e olyan, aki rendszeresen olvas hozzászólásokat nagyon gyakran? Akkor gondolom, hogy tudjátok, hogy miért komoly probléma ez a rasszizmus és egyéb toxikus jelenségek hozzászólások között. Mesterséges intelligenciával küzdünk ellene, de ez hogyan működik. Amikor most mesterséges intelligenciát mondok, én most felügyelt tanuló algoritmusokat, osztályozó algoritmusokat fogok érteni alatta. Ezek nyilván egy szűk subsetje ennek a dolognak, de a jelen problémára erre lesz szükség. Szóval egy ilyen tanuló algoritmus az mindig úgy működik, hogy mutatunk neki egy csomó példát az életből valamilyen jelenségnek, és fölépít egy modellt a tanuló algoritmus, és megpróbálja megsatszolni azt, hogy akkor hogy nézhetnek ki a különböző osztályok, és később még nem látott mintákat is be tud sorolni ezek alapján, az információk alapján különböző osztályokban. Tehát például, hogyha az X-tengelyre mondjuk felvesszük a járművekkel, és itt az X-tengelyre felvesszük azt, hogy milyen sokba kerül egy jármű, és az Y-re meg felvesszük azt, hogy milyen gyorsan megy, akkor azt fogjuk látni, hogy a jobb alsó sarokban valószínűleg egy munkagép lesz, nagyon-nagyon lassú, 40-nél talán még tud menni, hogyha egyenes a pálya, viszont rettentően sokba kerül. Ha ugyanilyen sokba kerül, rettentően gyors, akkor valószínűleg egy sportautóról fogunk beszélni, és hogyha egyikről sincsen szó, akkor pedig egy Skoda 100-asról, ami kicsit hengerfejes. Elegendő mintából ezeket az osztályokat egy megfelelő tanulóalgoritmus meg tudja jósolni a különböző járművekre. Viszont a hozzászólások azok nem így néznek ki, hogy van 1-2-300 ilyen különböző tulajdonságunk, hanem ilyen rettentően fura szövegek lesznek, és ezeket valahogy át kell alakítanunk számfogottá, amit aztán a tanuló algoritmus már megér. Ezek egyébként valódi hozzászólások, amit a történelem egy pontján valaki szükségét érezte megoszta a világba, a korpuszunkban az egyik mind a hármat. Tényleg csak címszavak a legfontosabb, egy DFIDF nevű módszert fogok elmagyarázni, és annak a legelső lépés a tokenizálás. Ez azt jelenti, hogy az egyes dokumentumokat szavakra bontjuk. Ez nem mindig triviális, például a hozzászólások esetén nagyon-nagyon gyakori jelenség az, hogy összeírják a különböző szavakat, összenevédő szavakat, smile-val választják el őket, ponttal választják el őket, ponttal nem választják el őket, csak beleírják a közepébe a szónak. Szóval, hogy ez nem egy triviális feladat, és ehhez ilyen iszonyatos mennyiségű rexeket kellett fejleszteni, és hasonló eszközöket. De a legegyszerűbb módszer az, hogy space-eknél szétrobbantjuk. A másik, ami egy hasznos módszer, a lematizálás, ez arra jó, hogy erre ragokat lehet leszedni bele a különböző szavakról. És van még ezer más ilyen módszer, a lematizálás hasonló, amiről most nem akarok beszélni, de arra jó, mint hogy valamivel értelmesebb adatot kapjon a tanuló algoritmus. Ezt hívják egyébként feature engineeringnek, ez a folyamat, amikor az adatokat próbáljuk olyan formára hozni, hogy minél több értelme legyen a tanuló algoritmus számára, és ha valaki machine learninggel foglalkozik, akkor valószínűleg az idejének a 70%-át azzal tölt, hogy ilyen feature engineeringet csinál, és a többi pedig a maga a tanuló algoritmusnak a dolga. És hát akkor úgy lesz ezekből a szó zsákokból vektor, vagyis egy számsorozat, amiben a tanuló algoritmus tud dolgozni, hogy fogja az összes hozzászólás, amit eddig láttunk, az összes szót, és felépítünk belőle egy szótárat. Lesz egy számolt 10 000 ilyen szó, akkor minden egyes számhoz 10 000 hosszúságú lesz,
és minden egyes hozzászólásban úgy csinálunk ilyen számsort, amelyik szó nem szerepel benne, egy nullást írunk, amelyik szó pedig szerepel benne, oda pedig írunk egy egyest. Ez nyilván eléggé sparse vector of S, tehát nagyon sok nullás és viszonylag kevés egyes lesz benne, de ez már végre valami, amivel tud dolgozni egy tanuló algoritmus. Vannak persze ennek kifinomultabb módszerek, mindenféle logaritmusra és hasonlókkal, hogy hogyan lehet kiválasztani tehát nem csak egy egyest írjunk oda, hanem mondjuk a sokszor forduló benne egy szó, akkor más értéket írunk oda, de most ezekre nem akarok kitérni. És vannak ezen kívül más eszközök is, tehát nem a TF-IDF az egyetlen olyan módszer, amivel érdemes, amivel el lehet indulni, mi is használunk más módszereket is, de ez a TF-IDF Bag of Words modell, ez egy de facto standard, hogyha valaki egy NLP, tehát természetes nyelvfeldolgozás problémával kezd el dolgozni, akkor érdemes ezzel kezdeni, mert nagyon sok probléma nagyon jól meg lehet vele oldani. És vannak nagyon jó eszközök is, például a Pythonhoz a GenSim, itt olyan problémák van, ha ütköztünk mi a hozzászólások kapcsán, hogy nagyon sokszor nagyon fura helyesírású, meg nagyon fura tagoltságú szavakkal találkoztunk, és ezekre nem mindig vannak készült ezek a rendszerek, de irodalmi szövegen például borzasztó jól működik, tehát gyakorlatilag tényleg csak ennyit kell tudni ahhoz, hogy egy GenSim mert egy irodalmi szövegből csináljunk nagyon jó vektorokat, amiből aztán már tudnak dolgozni a különböző modellek. És hát igazából ennyit akartam elmondani, várom a kérdéseket. Nem, a szinonimákat azokat egyáltalán nem húzzuk egybe. Pontosabban angol nyelven használunk egy Word2Vec nevű rendszert, ami szintén vektorizál egy teljesen más megközelítésben, és ott, ahogy elállítja a szóvektorokat, ott a szinonimák közel lesznek egymáshoz, tehát nem pontosan ugyanott lesznek. Igen, mondjuk, de jelentkeztél először. Képfeldolgozás, a feature felhasználásnak használják ezt a konvolúciós cuccokat, tehát egy konvolúciós hálózatokat. Itt is működik, hogy először talál mondjuk szavakat, aztán abból épít kifejezéseket, a kifejezésekből nagyobb kifejezéseket, és ilyen egyre nagyobb értelmezhető blokkokat fedez fel. Hát konvolúciós hálókkal folytattunk kísérleteket, de csak ilyen nagyon ilyen farmelléki vizeken, szóval egyelőre nem tartanak ott, hogy az éves rendszerbe bekerüljenek. Megint arról van szó, hogy a feature engineering az egyszerűen nagyobb gain-t jelent jelen pillanatban, mint az osztályzó algoritmusoknak a konvolúciós meg hasonló nagyon kifinomult eszközökkel való felokosítása. De egészen biztos egyébként, hogy egy adott ponton el fog jutni oda, hogy a algoritmusok egy részében valahol valamilyen módon meg fog jelenni a konvolúciós hálózatok valamilyen formában. Ha csak azért kérdezem, a Google-nél a fordítás az jó, tudom, már karakter alapon működik, karakterekből indul el, és abból konvolválódnak. Nagyobb egységek, még nagyobb egységek, és egészen jó minőségű, drasztikus minőségű növekedést értek el. Igen. Mi nem ilyen megközelítést használunk most. Igen? Tudjál szeretni, a rekurens, tehát a karakter alapú, de rekurens. Ugyanezt tudom mondani, hogy voltak ilyen pultalozó próbálkozások, de egyelőre nem használunk élesben ilyeneket. Igazából ennek az is az oka, hogy időzatos mennyiségű, főleg egy rekurens karakter alapú rendszernek időzatos mennyiségű adatra van szüksége. Mi kézzel 25 ezer hozzászólásban ott álltunk föl, annak is a fele angol és a fele magyar, és az is maradandó károsodásokat okozott a nagyon, hogy milyen rasszista a hozzászólás, meg miért ilyen-olyan problémás. És egyéb módszerekkel még leválogattunk néhány százezeret, különböző nyílt korpuszokat használtunk, meg ilyenek, de hogy akkor lenne egészen biztos, hogy több, hogy hamarabb előkerülnek a rekurens hálók, ha nem 200 ezer hozzászólásból kéne dolgoznunk, hanem 200 millióból dolgozhatnánk. Igen? Mi volt a nagy a fejlesztés, és mi az, ami sokat dobott rajta, mielőtt a Hát 2014-ben kezdtük el az egészet, akkor igazából egy kicsit új is volt ez NLP, legalábbis nekem, a kollégámnak már nem annyira mentő nyelvész, és azóta
megy tulajdonképpen, tehát lasszul elég régóta megy. Mi dobott rajta a legtöbbet? Ezt most én nem is tudom neked megmondani, mert vissza kell nézni egy csomó adatot. Már a legelső modellek is 80% fölötti eredményt adtak egy csomó olyan topikra, ahol most nagyon nem örülünk annak, hogy itt túllépték a 90%-os eredményt. Szóval, hogy minden egyes százalékért annál jól meg kell küzdeni, minél közelebb marad a 100-hoz. Szóval, hogy ez egy olyan dolog, hogy ilyen dolog. Van különbség a különböző topikok között az a teljesítményben? Van, nagyon. Például a angolul működő fekete rasszista modell, az majdnem tökéletes. Ez azért van valószínűleg, mert egészen ritkák azok a rasszista kommentek, amiben nincsenek nagyon speciális rasszista szavak. És a rendszer nagyon könnyen rátanul arra, hogyha van benne ilyen szó, vagy kettő együtt jár, vagy hasonló. Míg vannak olyan topikok, ahol meg azért sokkal nehezebb, például a támadó szándékot azt eleve nagyon nehéz meghatározni. Hogyha a másikra azt mondom, hogy rosszul ír, az van olyan támadó-e, és ugyanezek a problémák a algoritmusokon is jelentkeznek. Úgyhogy nagyon komoly különbség van. Időbeliséget néztetek, tehát még meg tudjátok mondani, mikor bolondulnak meg az emberek, hogy a magyar választások körül rasszistába kell, vagy 35 fok fölött. Mi nem éreztük ilyen kutatásokat, de olyan korpuszaink vannak, hogy abban egészen biztos ezeket meg lehetne állapítani. Azt hiszem a Precognox csinált egy-két hasonló kutatást, így időben nézték a magyar interneten a... De szerintem nem a hozzászólásokat nézték, nem cikkeket, nem emlékszem, mert tudom, hogy a Precognoxnak vannak hasonló kutatásai. Valamikor egy éve láttam egy előadásukat erről. Azt, hogy ezzel a vektorral, ami kijön belőle, az ugye elveszte a szavak sorrendjét. Igen. És ez tök sokat megfordíthatja az értelmét akár. Így van, teljesen igazad van, és például ez egy olyan probléma, amin a konvolúciók azok adott esetben segíthetnek, ha sikerül valahogy ablakolni, meg a rekurrens hálós megközelítések. Így van, ezzel elveszítjük a sorrendet, ez egy jó megfigyelés. Csak az előbbi megjegyzésre kommentasztam, a Retikről csinált ilyet, hogy választások idején megnézte, hogy lehet, hogy a Prefognox is, de a Retikről ez biztos, hogy... Igen, neki teljesen profilba élik, úgyhogy így belegondolva egészen biztos, hogy csináltak. Én pont tényleg nem láttam előadást, de neki teljesen profilba élik, így biztos, hogy csináltak hasonló dolgot. A választás előtt egy másik mit, akkor ők ezt mondták, hogy ezt nézték. Aha, nem voltam, hogy sajnos. És azt mondom, hogy egy data science mit, akkor és az én kérdésem az, hogy jól értelmeztem, jól értelmezem, egy adott szájtra személyre szabjátok ezt a kommentfigyelést? Most nem szabjuk, tehát most nincsenek személyre szabott modellek, de ott úgy állunk, hogy elég közel vagyunk hozzájuk, de valaki lerak elénk, most nincs ilyen ifjelink, de hogyha valaki úgy jön be, hogy az elmúlt egy évben következetesen moderáltam egy olyan rendszerben, ahol a törölt kommenteket vissza lehet menteni, és konzisztens elvek szerint, akkor valószínűleg tudunk neki egész tűrhető modelleket építeni arra, hogy na ezt a kommentet valószínűleg törölnéd. Hát akkor is, hogyha nem mondjuk emélyi gyűlöletre szégyenlegű van, hanem most mondok egy példát, mondjuk méltatlan kritika egy művészeti szájton a alkotásokról, tehát hogyha nem akarom, hogy kifigurázzák az alkotásokat, akkor erre is rá tudják ott tölteni az alkotásokat? A modellünket egyrészt rá tudjuk. Másrészt az egész rendszerünk úgy épült föl, hogy ez csak egy feature a sok közül, hogy akkor a rasszizmus ki tudjuk szűrni, meg az egész AI is csak egy feature, ami segít a moderálásban. Az egész rendszer a mindenféle összerakható okos szűrőkkel, automatizmusokkal és hasonlókkal pont arra van, adott esetben szólisták, adott esetben egy user által megadott szólisták alapján, hogy az ilyen kockázatos hozzászólásokat azokat azonosítsa, de nézzük a kérdéseket is, és azt is meg tudjuk jelölni, akkor is, hogy nincs benne kérdője, hogy megint a hozzászólásoknak a fantasztikus nyelvezete. Szóval, hogy egyértelműen igen a válasz. Próbálunk egyedi igényeknek megfelelni, mert nincs két közösség, aki azonos elvek mentén reagál a kommentekre. Aki ezt a szolgáltatást használni akarja, van-e kontrollja a rendszer javítására? Vagy ő tudja beállítani, vagy tovább fejleszteni, vagy az csak ti tudja? A modelleket nem, de az egész rendszer úgy épül föl, hogy ő dönti el, hogy az adott modellek azok bejeleznek valamit egy hozzászólásra, akkor ő dönti el, hogy ezzel mi történjen. Ő csinálhatja olyat, hogy például beállítja, hogy trágár, és szerepel benne az én nevem, akkor valószínűleg azt nem akarom látni a falon, akkor az jelezzem be. Szóval, hogy ezeket viszont már az egy fiállítja be.
akkor tényleg úgy néz ki a szolgáltatásotok, hogy egy API-t nyújtotok, vagy... Ez egy webes szolgáltatás, tehát egy ilyen SaaS-t be lehet regisztrálni, van egy weboldal, és akkor egy appnak, Facebook vagy Discuss applikációnak kell megadni a... ugye engedélyt adni, akkor ő beszipkázza a hozzászólásokat, és akkor már lehet is moderálni, szűrni, mindenféle csinálni a mi felületünkön a webben keresztül. Na, hát, köszönöm szépen! Mindenkig el, mert látszik, hogy még bennünk szólnak kérdések, úgyhogy maradjunk itt és beszélgessünk. Ugye több előadónk nincsen, mert a kerülünk sem megbetegedett, de talán a jövő hónapban eljön. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és akkor itt a dárc, ott a sör, és érezzétek jól magatokat.